A megújult Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi kísérleti telep rendezvényháza adott otthont a Pécsi Nemzeti Színház idei évadnyitójának. A sajtó képviselőnek tartott tájékoztatón bemutatták az új társulati tagokat is, köztük a székesfehérvári Gombó Viola Lotti színművészt, aki az idei évadtól erősíti a Pécsi Teátrum társulatát. Budapesten végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen 2021-ben, a Pesőt Ciréka és Rába Roland osztályában, prózai szakon, és gyakorlatom voltam a Katona József Színházban Budapesten, illetve az Orlai Produkciós Iroda csapatát erősítettem viszonylag sok időn keresztül, illetve Centrál Színházban is játszottam, több filmben is előfordultam, például a Becsúszó Szerelem című filmet, film egyik főszerepét játszottam, és úgy kerültem Pécsre, hogy hallottam, hogy van egy üresedés itt a színházban, és megkerestük egymást a Slevennel, illetve a Zsolttal. Ők csináltak egy ilyen meghallgatást, és akkor végül is így szerződtem a társulatba. Három darabban is szerepel az idei évadban, az Ankonai Szerelmesek 2, a Hős Tenor és a Koldus Opera című produkciókban. Az évadnyitó Lipits Zsolt színházigazgató többek között köszöntötte Stubendek Katalin színművészt, aki magyar ezüst érdemkeresztet vehetett át, és Vidákovics Szlávent, aki a magyar arany érdemkereszt kitüntetésben részesült augusztus 20-án. A színházigazgató az idei évad újdonságairól beszélt. Természetesen igyekszünk mindig különlegességekkel szolgálni. Örülök, ha ezt a kedves nézők is így gondolják, hogy vannak különlegességek, és észreveszik ezeket. Ebben az évadban három, de tulajdonképpen négy ősbemutatónk is lesz. Az ősbemutató ugye azt jelenti, hogy még sohasemhol senki nem játszotta ezeket a darabokat. Nagyon nagy örömünkre és nagy megtiszteltetés, hogy például Hály János külön a mi felkérésünkre írt egy színdarabot Délvidék címmel, kifejezetten a Pécsi Nemzeti Színház számára. Ez az egyik bemutatónk, nem sorolom el az összeset, hiszen megtalálható minden online platformon. Nagyon bízom abban, hogy sikerül minimum ugyanazt a sikert elérnünk, ami a tavalyi évadban volt. Ugyanúgy sokszínű repertoárral készülünk, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. 12 bemutatóval készülnek az évadban. A színészekre nagyon koncentráltak. Ebből 6 nagy színházi, ennyire futja az időből, Hogy ezeket ki is tudjuk játszani, és most ebben az évadban is törekedtünk arra, hogy a művészeink is nagyon jó és színes szerepekben tudjanak tündökölni. Nagyon nehéz feladat mindent úgy összehangolni, hogy mindenkinek mindig minden klappoljon, de azt gondolom, és nagyon bizakodó vagyok, hogy ebben az évadban ez jól sikerült ebben az évadban is. Vidákovics Szláven művészeti vezető elmondta, minden műfajban a színvonalra kell törekedni. Gulyás Dénes operaigazgató egy rendkívül zenei produkciót említett. A Hazám, Hazám című opera beavató ősbemutatóról beszélt, mely a Pécsi Nemzeti Színház fennállásának 130. ünnepi évadát vezetné fel, mely 2025-ben lesz aktuális. A Pécsi Nemzeti Színház koprodukciós partnere a Pécsi Balett képviseletében Urik Teodóra ügyvezető tájékoztatott az évad közös munkáiról. Közeleg a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Erről Vince Balázs művészeti vezető alapítóigazgató beszélt. A fesztivál szeptember 12-én indul útjára Pécsen. A 2024-25-ös évad elindult, a próbák elkezdődtek a Pécsi Nemzeti Színházban.